Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves kertszeretőt a Kovács László kertbarátkör kiállításának megnyitó ünnepségén. Én kaptam a megtisztelő feladatot a kiállítás megnyitására. Rövid köszöntőmet William Shakespeare gondolataival kezdem. A természet varázsát ontja bőven, a fűben, a virágban és a kőben. Ó, nincs a földön oly silány anyag, mely így vagy úgy ne szolgálná javad. De nincs oly jó, melyben ne volna vész, ha balga módra vélem visszajesz. A föld szó nyelvünkben számtalan szószetételben ismert. Önmagában a naprendszer harmadik bolygóját jelzi, tehát egy édites neve. A szülőföld a földnek az a darabja, ahol a bölcsünk ringott, ahová mindig visszavágyunk, amelyről, ha távol vagyunk tőle, álmodunk, amelyhez ezernyi szállal érzelmileg kötődünk. A föld a mindennapi szóhasználatban a talajt is jelöli. Tavasszal a földszag, az a semmi mással össze nem téveszthető illat, a fagytól felengedett, párolgó, lélegző talajnak a növényültetésre, a szabadban való mozgásra hívó szaga. A termőföld szagunk szemléletesen fejezi ki a talajnak a növények életfeltételeit is, víz, levegő, táplálékigény, biztosító növényeket nevelő szerepét. A termőföld szeretete örökölhető és tanulható is. Sőt, talán kicsi gyermekként mindenkiben benne van, csak egyesekben elhal, egyesekben pedig kiteljesedik, ha ápolják és gondozzák. Én is örököltem és tanulgatom a növények a föld szeretetét, a kertészkedés szeretetét, hiszen alföldi származású vagyok, szüleim, nagyszüleim, dédszüleim között nagyon sokan voltak, akik egész életükben kertészkedéssel foglalkoztak. Az utóbbi pár száz évben viszont az emberiség könyörtelen módon kizsákmányolta a földet, haszonszerzésért, javakért, esztelen vágyakért. A kertbarátok számos helyen, ahogy Pilisvörösváron is, szorgosan vigyázzák, óvják természeti kincseinket, amelynek eredményét ma, ha körbenézzük, itt láthatjuk. A kertbarátok tudják, hogy a földet mikor kell, tudják, hogy a földdel mikor mit kell csinálni, mit érdemes vetni és mikor. Minden földterületnek megvan a sajátos művelési módja. A szikes, a homokos talajjal egészen máshogyan kell bánni. Tudják, mikor kell a fákat metszeni, mikor kell permetezni, hogyan kell ápolni, gondozni a növényeket. A kertészkedésnek, ahogy mindannyian tapasztaljuk, vannak napos és árnyékos oldalai. A mostanában uralkodó szélsőséges időjárási viszonyok között nem egyszerű a növénytermesztés. Az idei évben az esőzés kedvezett a gombáknak, így többet kellett permetezni, ezért a növényvédelmet aktívabban kellett használni a kertbarátoknak. Ennek ellenére mégis sikerült szemnél szebb zöldségeket, gyümölcsöket produkálniuk a tulajdonosoknak. Én rövid köszöntőmet Márai Sándor üzenetével zárnám. Alkosd és ápold lelkedet, mint egy kertet. Vigyázz az élet évszakaira, mikor a gyomlálás, a vasszedés, a trágyázás ideje van, és a másikra, mikor minden kivirul lelkedben, illatos s buja lesz, s megint a másikra, mikor minden elhervad, s ez így van rendjén, s megint a másikra, mikor kitakar és betakar fehér leplével minden a halál. Vigyázz, virágozz és pusztulj, mint a kert, mert minden benned van. Tudjad ezt, te vagy a kert és a kertész egyszerre. Most pedig fogadják nagy szeretettel a Nosztalgia dalkör műsorát.
ingecském, most ki az én ingecském, hadd járjak én szépecském. Most ki az én ingecském, hadd járjak én szépecském. Elesett a lúd a jégen, majd fel kell a jövő héten, vakon megyen a kútorba, sülve megyen az asztalra. Komám asszony, ígyunk egyet, amíg valamennyi lesz. Ha nagyon akarod. A szép kiskerteket én nagyon szeretem. Bántam volna, ha bennük semmi sem terem. És sajnáltam volna a kertbarátokat. Üres kertben lesni üres hajtásokat. Virágok, nektár, bor és öröm nélkül élni. És csak remélni, várni, egyre csak remélni. Fölemelte fejét akkor a jó Noé, és az egek urán imigyen kérdezi. Már megbocsáss, uram, valami furcsálom. Fogalmam sincs arról, kik a kertbarátok. Fiam, ez 20. századi fogalom. Mesélek róluk majd, ha lesz rá alkalom. Ráérek, mert szolgálóim a századok. De neked mostan több időt nem hagyhatok. Szaladj és szedj össze minden kerti jókat, uborkát, brokkolit, tököt és bogyókat, patisszont, paprikát, pirosló, pritamint, hadd nyelje családod a sok jó vitamint. Barackot, cseresznyét, almát, ringlót, diót, magvaváló szilvát, pálinkának is jót. Gerberát, leandert, szegfűt, hortenziát. Na, szaladjál, fiam, ne tásd itt a szád. Mire holnap a hegy mögött lemegy a nap,
Hiányoznia már semminek sem szabad. Fáradt vagy, jól tudom. Egy napot még tarts ki, hadd örüljön egykoron a Ludwig karcsi. Így szólott Noéhoz, mennek földnek ura, bizony így, bár ennek nincsen is tanulja. Majd felszállt az égnek súlyos felhőben, vizet töltsön a vízözön tömlőibe. Kiről beszélt az úr? Tán egy kertbarátról? Jó ember lehet mind, velük tartok mától. De kérdeni, szólni nem mert a jó bárkás. Szaladt, szedett, gyűjtött, nem is volt megállás. Másnap este piros lett az égnek alja, de tel is tele volt a bárkának az alja. Noé minden kerti növényt ím beszerzett, odahordta majd az egész édenkertet. És mire megnyíltak csatornái égnek, nagy szolgálatot tett az emberiségnek. Köztük különös kép a kertbarátoknak. Örüljünk mind együtt jövendő napoknak, a vörösvári napoknak. Köszönöm szépen Fogarasi Attilának a műsorát, illetve a versikéjét. Az idei rajzpályázat értékelése megtörtént. A harmadik helyezett a Grádusz óvoda óvodásai lettek. Név szerint Bálint. Egy pillanat. Bálint Dominik, 6 éves, Szauter Dániel 7 éves, Král Jázmin 5 éves, Baska Biborka 6 éves. Igen, az Oponinit is kérjük. Köszönöm szépen. Odaadom nektek, jó? Forduljatok oda, és fogjatok szépen ezeket, és mondjátok, hogy köszönöm szépen. És ez is hozzájárul. Köszönjük szépen. Gratulálok. Köszönöm szépen. Köszönöm. Munkátokhoz. Köszönjük szépen. Rajzpályázott második helyezettje a Templomtéri Német Nemzetiség Általános Iskola tanulója, Szatai Lilla Kiara, 7 éves. Német Nemzetiségi Óvoda Süni csoportja lett, név szerint. Dáloki Réka. Fetter Laura. Imro Dénes. Kristóf. Gyulafi Kende, Kós Borbála, Német Blanka, Straub Nóra, Szabó Lili, Brás Nikolás. Nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy a legszebb konyhakertek vörösvári fordulójának az értékelését elmondjam. Hát először is a zsűri munkájáról annyit szeretnék elmondani, hogy mit is figyeltünk ugye a kertekben. Hát szerettünk volna látni sok fűszer és gyógynövényt, ugye néztük a növényeknek az állapotát. Hát az idei év nem volt a kertészeknek az éve. Ugye úgy kezdtük az évet, hogy jött egy fagy, ami nagyon sok helyen elvitte ugye már a virágokat a gyümölcsfákról. Ha ez még nem lett volna nekünk elég, akkor ugye nyár elején még kaptunk egy kis jégesőt is, ami megtizedelte még a maradék termést is.
Hát ennek a tükrében néztük ugye mi is a kerteket. Hát a legsúlyosabb problémát ugye a növényvédelem okozta az idei évben. Évek óta nincs ugye kemény telünk, ami azt jelenti, hogy a rovar kártevők boldogan szaporodnak ennek. Ugye azt kellene, hogy legalább 2 hétig mínusz 10 fok alatti hőmérséklet legyen, hogy ezek a kártevők mennyisége csökkenjen. Hát sajnos az évek óta nem történik meg. És ez az év elején, ugye, ahogy bejött a meleg, csapadékos idő, elszaporodtak a levéltetvek. Ezt az első szemlén nagyon sok kertben láttuk is, hogy igencsak problémát okoztak ezek a kártevők. Aztán ugye kaptuk tovább a csapadékos időt a nyáron is, ami meg a gombakártevőknek kedvezett, úgyhogy megkaptuk a másik felét is a növényvédelemnek. Ugye nagyon sokat kellett ezért permetezni a kertekben. Hát el kell mondanom, hogy sajnos a szőlőn láttuk leginkább, hogy nem igazán sikerült megvédeni. Amint láttunk szőlőt, körülbelül egy kertben láttunk olyat, hogy tényleg egészségesek voltak a szőlők. Tehát ez volt a legnagyobb probléma. Ami ugye még problémát okozhatott volna, és nagy örömünkre nem történt meg, ugye a gyomosodás, mert ugye az eső az a gyomoknak is kedvez nagyon. Hát gratulálok minden versenyzőnek, mert vagy mulcsozással megoldották, hogy kevesebbet kelljen gyomlálni, vagy pedig gyönyörűen megoldották kézi módszerrel a gyomírtást. És a másik, ami problémát okozhatott volna, az a paradicsom fitoftóra, amire szintén gratulálok mindenkinek, hogy gyönyörű szép paradicsomokat láttunk a kertekben. Amikor mi zsűriztünk. Most nem tudom, hogy néznek ki. Az volt a lényeg, hogy amikor mi zsűrizünk, akkor szép legyen a kert. Úgyhogy minden indulónak nagyon gratulálok, amit az idei évben teljesítettek. És ennek a tükrében most elmondanám az eredményeket is. A normál kategória 4. helyezettje Özvegy Szikra Györgyné Tercsinéni lett. Közösségi kategóriában egyetlen indulónk volt, a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda, úgyhogy gratulálunk nekik! És ugye 3 kategóriánk volt, úgyhogy egy gyönyörű növény még az óvodájé, ő egy magnólia, úgyhogy majd ő is az óvodáé lesz. És szeretném megkérni, mert a többi óvodában is én látom, hogy nagyon szépen dolgoznak, úgyhogy biztatom, hogy jövőre, hogy ne csak egy óvodánk legyen, hanem bátran a többi óvoda is induljon. Mini kategóriában 2. helyezett lett Brazsovics János. És a mini kategória 1. helyezettje Ludwig Károly. És ugye az 1. helyezettnek szintén jár egy magnólia. Úgyhogy szeretném biztatni a többieket is, hogy nagyon bátran a mini kategóriába lehet indulni, akár egy magasságyással, akár egy piciket kis konyhakerttel, úgyhogy jövőre szeretnénk látni még több mini kategóriában induló versenyzőt. És akkor a normál kategória, ahol ugye a legtöbb indulók volt, 3. helyezettje, Bán Ferenc József, Gál Samu Kálmán és Gál Huba Mátyás. És segítettetek a papának, ugye? Jó. És a papány jelzett. Csak így tovább, jó? Gratulálok, ügyesek voltak, nagyon. A normál kategória 2. helyezettje, Skoda József. És a normál kategória 1. helyezettje, Szauter Gyula. És ugye a normál kategória győztesé és egy magnólia, aki még tudja is, hogy mit kell vele csinálni, hogy a hajrá. Úgyhogy
annyit szeretnék még mondani, hogy jövőre nagy szeretettel várjuk a többi indulót, és merjék megmutatni nyugodtan a kertjüket, még ha nem a legszebb, akkor is mi nagyon szívesen tanácsokkal, bármi kérdéssel, nagyon szívesen válaszolunk bármire. Tehát mindenkit szeretettel várunk jövőre. Köszönöm szépen. Az elmúlt években a Vörösvári Napok keretén belül megrendezésre kerülő termékkiállításokon való aktív részvételért oklevélben részesítünk Braun Márton és Braun Mártonnét. Cink Antalnét. Szikra Györgynét. Jakabné Baják Paulát, Vejszer Évát, Gemela Elvirát, Sándor, Puszit nem kap. Belovics István és István. Befejezésül a Nosztalgia dalkörnek a műsorát hallgassuk még. Akár izom, akár nem, részeges csavargó a nyelvem, akár
barátokat, elnézést, hogy még itt a végén ide pofátlankodtam, de az ötlet az már tegnap előtt megszületett bennem, csak nem volt időm leegyeztetni. Én az elmúlt hetekben megismerkedtem egy vörösvári fiatal meteorológussal, aki én úgy gondolom, hogy a vörösvári kertbarátoknak sok segítséget tudna adni. Hogy most is hallottuk az Elvira beszédében, hogy az idén a jégeső, meg a fagynak a hiánya, meg más időjárási problémák, hogy nehezítették a munkát. Van egy fiatal ember, Vörösváron Stéli Balázsnak hívják, 23 éves, ott hátul bujkál, majd mindjárt elő fogom hívni. Akit én nem nagyon ismertem, de egy pár hónapja rendszeresen a városi honlapra küldözgetett nekem vörösvári időjárás előrejelzéseket. És próbáltam figyelni, összevetni a valósággal, hogy valami szélhámosról van szó, vagy komoly emberről, és több hónapos tapasztalat alapján arra jutottam, hogy ez egy komoly ember, és úgy gondoltam, hogy itt bemutatom őt, mert a kertbarátok, hogyha majd figyelik rendszeresen a városi honlapon az ő előrejelzéseit, speciális vörösvári időjárás jelentéshez, előrejelzéshez juttatnak. Balázs, légy szíves, gyere ide, hadd mutassalak meg. És hogyha az elnök úr megengedi, mondjál egy pár napot, hogy milyen időjárás várható, pár mondatot, milyen időjárás várható a vörösvári napokon, ez fontos. Szép napot kívánok! Hát röviden változik be lesz időm, tehát napsütés, változó felhőzet, főként holnap lehetnek záporok, kisebb esők, és a hétfőn záporokkal, zivatarokkal hideg front érkezik. És a 30 fokos hőmérséklet lesz. Köszönöm! Erről nem a Balázs tehet, úgyhogy köszönjük szépen, és aki akar tőle további információkat, az forduljon bizalommal hozzá. Köszönöm szépen!